Ez az a terület a Dombóvári Kórházban, mely ma még kihasználatlan, ám ha minden a tervek szerint halad, 2022-ben a város új mentőállomását itt fogják felavatni. A jelenlegi állomás a város központjában adottságaiból fakadóan alkalmatlan arra, hogy korszerűsödjön és a kor kihívásainak megfeleljen. A jelenlegi épület több mint 100 éves, 1957 óta működik ebben az épületben mentőállomás, és hát ebből adódóan sem a szerkezete, sem a környezete nem a 21. századi lehetőségeket tartja magában. Ebből következően mindenképpen egy modern új mentőállomás szükséges. Talán szerencsésebb is, hogyha nem a város közepén helyezkedik ez el, és mindenképpen a bajtársainknak egy nagy előny az, hogyha ez a mentőállomás ez valóban egy olyan kényelmi és elvárható funkciókat tud biztosítani, ami jelenleg már minden egészségügyi intézménynél, minden mentőszolgálatnál megvan, és elvárt tevékenységhez egy megfelelő környezetet biztosít nekik. Nyilván az, hogy a kor követelmének megfelelő mentőállomás épüljön, ott annak fizikai korlátjai is voltak, hiszen adott esetben csak az a terület állt rendelkezésre és bővítésre lehetőség sem volt, hiszen a szomszédban egy tornacsarnok van, mellette magántulajdonban lévő ingatlanok, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy semmiféle lehetőség nem volt, mindenféleképpen új helyszínt kellett keresni, és nyilván nagyon szerencsés, hogy a kórház területén ez a szabad kapacitás ott volt, és ami még ennél is sokkal szerencsésebb, hogy önálló úton meg lehet közelíteni a kibejárást, és a kórház működését nem zavarja a mentőállomás működése. Buda Péter, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója azt mondja, még a folyamat nagyon az elején tart. Most valósult az meg, hogy a kormány biztosított erre mentőállomás építkezésre pénzt, és hát a tervezési folyamatoknak a közbeszerzése, illetve az egész lebonyolítása az ajlik. Tulajdonképpen az elején tartunk teljesen, de most már azért látjuk az alagút végét egy kicsit. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere számára kiemelt fontossággal bír ez a beruházás, hiszen ahogy mondja, ez volt az egyik elem városvezetői elképzelései között. Tavaly, amikor vállaltam egy 5 éves programot, ahol kiemelt szerepet kapott a mentőállomás, a sportcentrum és a járóbeteg ellátó intézetnek a felújítása. Ez a folyamat elindult, 2 hete kormányhatározat született a mentőállomás megépítésével kapcsolatosan, hiszen a Dombárváros polgármestereként és a járás elnökeként mindenféleképpen prioritás kell, hogy élvezenek a térséget érintő és az ő érdekeit szolgáló beruházások. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy Dombár fejlesztése, fejlődése háttérbe szorul, de hiszem, hogy a helyes út az, hogy egy közösséget szolgáljunk, és utána építsük, fejlesszük önmagunkat. Az előzetes számítások és tervek alapján 300 millió forintot tervezői becsült értéke az új mentőállomásnak, 42 millió forintot kap most az Országos Mentőszolgálat az előkészítésre, illetve a terveknek az elkészítésére. Az új mentőállomás a térség 25 településének ellátásában vesz majd részt. Nyilván az első mérföldkő már nagyon közel van, december 31-ig a koncepciótervet le kell tennem az asztalra, és 2021. június 30-áig az összes kiviteli tervvel kell, hogy rendelkezzünk, ami azt jelenti, hogyha tudjuk tartani ezt az ütemet, amit magunk elé állítottunk, 2021. július elején az alapkövet letehetjük, és megindult az építkezés is. A jelenlegi elképzelések szerint tehát 2022-ben átadják majd Dombóvár és a Kaposmenti térség ellátását szolgáló új mentőállomást a kórház udvarán.